Negyedik fejezet. A majmok. A fennsík sűrű erdejében úgy egy mérföldnyire az óceántól az öreg kercsák, a majom, dütöl tajtékozva csapott szét az övéik között. A törzs fiatalabb tagjai a terebélyes fák magaságaira szöktek fel, hogy elkerüljék a tomboló haragját. Inkább életüket kockáztatták a vékony gajakon, mintsem, hogy az öreg kercsák szeme elé kerüljenek szokásos, féktelen öröngési rohama idején. A többi hím a szélrózsa minden irányába szétszóródott, de addigra egyik őjük csigolyáját a dühöngő fenevad már összeroppantotta. Az egyik szerencsétlen fiatal nőstény rosszul kapaszkodott meg a magaságon. Megcsúszott a keze, és nagyot puffanva zuhant a földre. Majdnem kercsák lábainál. A hím vadüvöltéssel egy darab húst tépett ki hatalmas fogaival a nőstény oldalából. Majd addig püfölte a fejét a vadállat egy letört gajjal, míg pépesre nem verte a koponyáját. Ezután kalát leste, aki fiatal kölkével éppen most ért vissza táplálékszerző útjáról. Fogalma sem volt arról, hogy az óriás hím milyen állapotban van, de társai éles hangú figyelmeztető kiáltásaira hirtelen, mint az őrült próbált meg biztonságos helyre rohanni. Ám kercsak szorosan a nyomában volt. Annyira szorosan, hogy el is kapta volna a bokáját, ha egy kétségbe esett ugrással át nem veti magát az egyik fáról az igencsak távoli másikra. Kockázatos dolog volt ez, és a majmok is csak nagyon ritkán életveszélyben vállalkoznak rá. Az ugrás sikerült, de amikor Kala megragadta a másik faágát, hirtelen nagyot rándult a teste. A nyakába görcsösen csimpaszkodó kiskölök szorítása meglazult, és a következő pillanatban azt kellett látnia, hogy az aprócska teremtés 30 láb magasból pörögve-forogva bukfencezik le a földre. Kala rémületében halkan elkiáltotta magát, és fityethányva a kercsák részéről fenyegető veszedelemnek eszeveszett iramban a kicsi mellett termett. Mire azonban az ölébe vette a parányi összetört kis testet, abban már nem volt élet. A földön ülő, halk szűkölésével kicsinyét sirató nőstényt most már kercsák sem próbálta megháborgatni. A kölyök halálával az ő dűrohama is hirtelen elmúlt. Kercsak a király hatalmas termetű majom volt. Súlya elérte a 350 fontot. Rendkívül alacsony homloka erősen hátrahajlott, véreres, apró szemei közel helyezkedtek el durva lapos orrához. Füle nagy és vékony volt, de kisebb, mint az a fajtájára jellemző. Ádász természete és hatalmas ereje miatt lett a törzsfeje, amelybe 20 évvel korábban beleszületett. Most, hogy erejének teljébe volt, bármerre kószált a roppant erdőbe, nem akadt olyan majom, aki elmerte volna vitatni jogát az uralkodáshoz. A többi, nagyobb állat sem merészelte soha zaklatni. Az öreg tántor, az elefánt volt az egyetlen dzsungelbéli élőlény, aki nem félt tőle, és ő volt az egyetlen, akitől kercsák félt. Ha tántor rátrombitált, az óriás majom társaival együtt hanyat homlok rohant a magasba, a faágak második emeletére. Az emberszabású majmoknak ez a törzse, amely fölött kercsák vasmarokkal és vicsorgó fogakkal uralkodott, úgy 6-8 családot számlált. Mindegyik család egy-egy felnőtt hímből, annak nőstényeiből és azok kicsinyeiből állt. Összesen úgy 60-70 majomból. Kala a legfiatalabb felesége volt Tublatnak, vagyis egy betört ornak nevezett hímnek. Kala gyermeke pedig, aki anyja szeme láttára zúzta magát halára, első gyermeke volt, lévén a nőstény mindössze 9-10 éves. Fiatal kora ellenére nagy és erőteljes állat volt. Pompás, arányos termetű példány, akinek magas, gömbölyű homloka nagyobb intelligenciáról tanúskodott, mint amellyel a legtöbb fajtája béli rendelkezett. Itt többek között az anyai szeretetre és anyai fájdalomra való képessége is igen fejlett volt. De azért mégiscsak majom volt. A hatalmas, bősz, rettenetes fenevad ahhoz a fajtához tartozott, amely közeli rokonságban van a gorillával, de annál intelligensebb. Intelligenciája meg a gorillákéhoz hasonló ereje révén a legfélelmetesebb fajnak számított az ember rémülettel vegyes tiszteletet keltő elődei között.
Amikor a törzs tagjai látták, hogy Kercsak dühe elszállt, lassan leereszkedtek lombos rejtek helyéről. Úgy folytatták különféle foglalatosságaikat, mintha abba se hagyták volna. A kölykök a fák, bokrok között játszottak és hangcúroztak. A felnőttek közül némelyek hasonfekve nyúltak el a talajt borító elhalt és korhadó növényszőnyege. Mások földre hullott faágakat és nagyobb földgöröngyöket fordítgattak fel a kis rovarok és csúszómászok nyújtott a csemegék után kutatva. Más majmok a közeli fákon keresgéltek gyümölcsöt, magvakat, kisebb madarakat és tojást. Egy óra elteltével Kercsak összehívta őket és megparancsolta, hogy kövessék a tenger felé. Ahol a növényzet engedte, a földön haladtak az óriás elefántok csapását követve, mert csak is ők voltak képesek jártukba keltükbe utat törni a bokrok, liánok, kúszó növények és a fák egymásba gabajodott szövevényén keresztül. A majmok esetlen mozgással haladtak a földön. Meg-megtámaszkodtak csukott kezük új percein, és úgy lendítették előre testüket. Amikor azonban alacsonyabb fákon folytatják útjukat, mozgásuk sokkal gyorsabb lett. Ugyanolyan fürgén lendültek tova egyik ágról a másikra, mint rokonaik, az apró majmok. Kala egész úton a keblére szorítva vitte magával csöpnyi halott kölykét. Nem sokkal múlhatott dél, amikor felértek a tengerpart fölé emelkedő domborulat tetejére. Ennek tövében állt a kis kunyhó, ahova Kercsak igyekezett. Sokszor látta ugyanis, hogy a fajtája béliek miként lelik halálukat a kis fekete bot keltette hangos dörej által, amelyet a bámulatos, barlangba lakó furcsa fehér majom tartotta kezébe. Kercsak feltette gonosz agyában, hogy megszerzi azt a halálosztó szerkentyűt és átkutatja annak a titokzatos odunak a belsejét. Rettenetesen vágyott már arra, hogy fogait belemélyezthesse annak a különös állatnak a nyakába, aki egyszerre volt gyűlöletének és félelmének tárgya. Ezért gyakran jött ide törzsével felderíteni a terepet. Az alkalomra várt, amikor majd a fehér majom védelmezője a kis fekete bot nélkül jelenik meg. Az utóbbi időben már tartózkodtak mindenféle támadástól. Sőt, még attól is, hogy megmutatkozzanak előtte. Ez idáig akárhányszor csak megpróbálkoztak ilyesmivel, a kis bot mindig eldörögte a maga halált hozó üzenetét a törzs valamelyik tagja számára. Ez alkalommal nyoma sem látták az embernek a környéken. A magasból kémlelődve azt is megállapították, hogy a konyhó ajtaja nyitva van. Lassan, óvatosan és nesztelenül lopakodtak a dzsungelen keresztül a kis kunyhó felé. Egyikőjük sem morgott vagy üvöltözött. A kis fekete bot megtanította őket arra, hogy csendben maradjanak. Egyre közelebb és közelebb nyomultak, majd végül Kercsak settenkedett oda lopva az ajtóhoz és bekémlelt. Két hím haladt a nyomába, és Kala a kis halott kölykével. Az odu belsejébe megpillantották a különös fehér majmot. Fejét kezébe temetve félig meddig fekvő helyzetben nyúlt el az asztalon. Az ágyon egy vitorlavászonnal letakart test hevert, a kis bölcső felől keserves csecsemő sírás hallatszott. Kercsak nesztelenül belépett a kunyhóba. Teste ugrásra készen feszült meg. John Claytól abban a pillanatban hirtelen felriadt és szembenézett velük. A szem elé táruló látványtól minden bizonnyal jeges rémület fogta el. Három hatalmas hímmajmot pillantott meg az ajtón belül. Mögöttük pedig egyre újabbak nyomakodtak befelé. Hogy hányan, az sose tudta meg, mert a pisztolyai a bejárat mellett fügtek a falon a puskája mellett, és Kercsak ebben a pillanatban rávetette magát. Miután a majmok királya elengedte a maga tehetetlen testet, amely egykor John Clayton, Greystock lordja volt, figyelme a kis bölcső felé fordult. Kala azonban megelőzte, és még Kercsak előtt felragadta a gyereket, és kiszökött vele az ajtón. Egy magas fán keresett menedéket. Amikor Lady Alice élő kis csecsemőjét magához vette, saját halott gyermekét az üres bölcsőbe fektette. Az egyetemes anyai érzés, amelyet a halott magzat nem volt képes többé táplálni, az eleven gyermek sírására újult erővel lobbant fel lelkében. Az egyik terebélyes fa magaságai között keblére szorította a sivalkodó kisfiút, és az az ösztönös érzés, amely épp úgy a hatalmába tartotta ezt a nőstényt, mint egykor a csecsemő törékeny és szépséges édesanyjának lelkét,
Nos, ez az érzés, az anyai szeretet átsugárzott a csöpnyi embergyerek nyiladozó értelmébe. A kisfiú elhallgatott. Ezt követően az éhség segített leküzdeni a köztük lévő távolságot. Az angol lord meg az angol lady fia szopni kezdtek ala az óriás majom emlőjét. Ez alatt a vadállatok óvatosan átvizsgálták a különös odú belsejét. Megbizonyosodván arról, hogy Clayton meghalt, Kercsak figyelme most az ágyon fekvő vitorla vászonnal letakart valami felé fordult. Nagy elővigyázattal emelte fel a lepel egyik sarkát. Amikor megpillantotta alatta a női testet, durván letépte róla a takarót, és hatalmas, szőrös kezével megragadta mozdulatlan fehér torkát. Egy pillanatra belemélyeztette ujjait az asszony hideg húsába, de aztán rájött, hogy az már halott. Odébb lépett, hogy a szoba berendezési tárgyait vegye szemügyre. Többé nem is törődött sem Lady Alice, sem Sir Jones tetemével. Mindenekelőtt a falra akasztott puska ragadta meg a figyelmét. Ez volt az a különös, haláltoztó villámbot, amelyre hónapok óta vágyott. Most azonban, hogy a hatalmába kerítette, nemigen volt bátorsága kézbe venni. Óvatosan közelített a hosszúkás micsoda felé. Minden pillanatban felkészülve arra, hogy hanyathomlok meneküljön, ha az hirtelen megszólalna. Tudata mélyén azonban valami assukta a fenevadnak, hogy a villámlóbot csak akkor jelent veszélyt, ha hozzáértő valakinek a kezében van. Még így is csak jó néhány perc múlva tudta rászánni magát, hogy megérintse. Járkált előtte fel alá a szobába, fejét ide-oda forgatta, egy pillanatra se tévesztette szem elől az áhított tárgyat. Hosszú karjait oly módon használta, ahogy az ember a mankót. Hatalmas testét minden egyes lépésnél jobbra-balra himbálta. A majmok óriás királya ide-oda ingázott, közben fenyegetően morgott, és egyszer-egyszer felüvöltött azon a fültépő hangon, amelynél rémisztőbb kevés van az egész dzsungelben. Kisvártatva megállt a puska előtt. Lassan felemelte hatalmas kezét, és már-már megérintette a fegyver fényes csövét. Aztán újra csak elkapta onnan, és folytatta az izgatott járkálást. Olybá tűnt, mintha az óriás fenevad rettenthetetlenségének fitottatásával és vad üvöltözéssel próbálna meg annyi bátorságot gyűjteni, hogy a kezébe merje venni a puskát. Ismét megállt. Ezúttal sikerült engedetlen kezét oda kényszerítenie a hideg vashoz, de szinte azonnal el is rántotta tőle. Újra kezdte a nyugtalan kerengést. Ez a különös ceremónia még néhányszor megismétlődött, és Kercsak minden alkalommal magabiztosabbnak mutatkozott. Végül a fenevad lekapta a puskát a falba vert kampóról, és izgatottan szorongatta a markában. Tapasztalván, hogy nem esik bántódása, Kercsak közelebbről is szemügyre vette a fegyvert. Megtapogatta egyik végétől a másikig, bekémlelt feketén ásítozó csövébe, végigfogdosta az irányzékot, az ávárt, a puskatusát és végül a ravaszt. Eme műveletek alatt a kunyhóba lévő majmok egy kupacba üldögéltek az ajtó közelében. Főnöküket figyelték. Többen kint tülekedtek és lögdösödtek, hogy egy-egy pillanatra láthassák, mi folyik odabent. Kercsak ujja hirtelen a ravaszra tévedt. Fülsiketítő durranás hallatszott a kis szobába, mire az ajtónál és az ajtón kívül figyelő majmok rémült idekezetükben egymás hegyén hátán kezdtek el menekülni. Kercsak maga is megrémült. Rémületében el is felejtette félrehajítani az ijesztő lárma okozóját, és amikor az ajtó felé iramodott, még mindig ott szorongatta a fegyvert a kezében. Amikor keresztül vágtatott az ajtónyíláson, a puska célgömbje beakadt a befelé nyíló ajtó szélébe, és akkor átrántott rajta, hogy az a menekülő majom mögött nagy erővel vágódott be. Kercsak a kunyhótól kissé távolabb megállt. Észrevette, hogy a puska még mindig a kezében van. Úgy hajította el, mintha vörösre izzott vasdarabot szorongatott volna. Soha többé nem próbálta megtalálni. A dőrrenés sok volt primitív idegeinek. Legalább azonban meggyőződött arról, hogy a rettenetes bot, ha békében hagyják, teljesen ártalmatlan. Jó órába telt, mire a majmok újra rá tudták szánni magukat, hogy a kunyhó közelébe merészkedjenek. Amikor végre erőt vettek magukon, legnagyobb bosszúságukra azt tapasztalták, hogy az ajtó nem csak hogy becsukódott, de olyan jól be is van zárva,
hogy semmilyen erővel nem tudják kinyitni. Az ügyesen kifundált retesz, amelyet Clayton készített az ajtóhoz, Kercsak távozásakor a helyére ugrott. A majmok a masszív ráccsal ellátott ablakon keresztül sem tudtak többé behatolni a kunyhóba. Kis ideig még a környéken kóboroltak, majd visszaindultak oda, ahonnan jöttek. A fensík sűrű erdejébe. Kala egyetlen egyszer sem ereszkedett le a földre örökbefogadott kis gyermekével. De most Kercsák szólt neki, hogy jöjjön ő is a többiekkel. És mivel nem érződött harag a hangjában, az anya majom a földön termett, majd csatlakozott hazafelé tartó társaihoz. Azokat a majmokat, akik megpróbálták szemügyre venni különös kicsinyét, Kala vicsorgó fogakkal és halk vészjósló morgással kísért fenyegető szavakkal késztette meg hátrálásra. Amikor biztosították róla, hogy nem akarják bántani a gyereket, megengedte, hogy közelebb menjenek, de azt azért nem, hogy meg is érintsék az oltalmába vett csecsemőt. Mintha tudta volna, hogy kicsinye mennyire gyenge teremtés, és tartott volna attól, hogy társai durva kezükkel kártalánnak tenni benne. Még valamire ügyelt, ami pedig nagy megpróbáltatásokat és fáradtságot jelentett a számára. Emlékezett saját kicsinyének halálára. Ezért egyik kezével, akárhova is vette útját, mindig görcsösen magához szorította új gyermekét. A többi csemete anyja hátán utazott. Apró karocskáikkal jól belecsimpaszkodtak szőrös nyakába, lábokat pedig átkulcsolták anyjuk hóna alatt. Nem így Kala. Ő szorosan a keblére ölelte a kis Lord Greystockot, és a gyermek kezecskéjével megkapaszkodott az új anyja hosszú fekete szőrzetébe. Kala szemtanúja volt annak, hogy milyen iszonyú halállal halt meg a gyermeke, amikor leesett a fáról. Ezt nem akarta többé megkockáztatni.